Köszöntöm kedves nézőinket! Hetente jelentkezünk hírösszefoglalónkkal, melyben beszámolunk a héten történő legfontosabb eseményekről. A részletes riportokat, beszámolókat megtekinthetik a város honlapján, Facebook oldalán és YouTube csatornánkon. Hírösszefoglalónkhoz jó szórakozást kívánok! Pomázi házirend. Leidinger István polgármesterrel beszélgettünk a pomázi házirendről. Mennyiben volt fontos vagy időszerű, és igazándiból mi a cél, mit szeretnénk a nyilvánvaló okokon túl elérni vele? Hát először is ezt nem be kéne tartani, meg illik betartani, hanem be kell tartani. Tehát ezek rendeletek, jogszabályok, és az együttélés szabályainak az alapvető papírra vetett ismérvei. Miért is kellett ez? Annak idején nem volt ilyen, hogy házirend legyen a településen, és érdekes módon mindenki tudta, hogy mi a dolga. Még gyerekként én is megtapasztaltam a Kisvácon, hogy minden este ki kellett menni az utcára, összetakarítani a lócitromokat, azt bevinni a leander alá. És még jót is teszünk vele. Jót is teszünk vele. Az utat, a járdát föl kellett locsolni, föl kellett söpörni. Olyan természetes volt az embereknek, hogy évente kétszer a házukat ki kellett meszelni, vagy kívülről le kellett meszelni, mert különben megszólja a szomszéd, tehát ezek organikusan működtek. Az is teljesen természetes volt, hogyha itt városfejlesztésről beszélünk, akkor az emberek közösségbe összeálltak, társulásokat hoztak létre, utat építettek maguknak, járdát építettek maguknak, csatornát építettek, vizet építettek, gázt építettek, és ezek működtek. Aztán utána valahogy erről elfeledkeztünk. A jogkalákáknak volt nagy hagyománya, hiszen... Hát igen, de most már nincsen. Hát most látom a levelezést, hogy jövő héten fogok költözni Pomázra, mikor lesz már megcsinálva az út. Na most ez nem így működik. Hát, és pontosan a sok lakossági panasz miatt, illetve pontosan azért, mert olyan szerteágazó szabályrendszerünk van, ezért kellett egy pomázi házi rendet kiadnunk, és ennek a házi rendnek tényleg az a célja, amiben leírtuk, hogy a szemétszállítástól a házam előtti árok tisztításon keresztül, hogy kinek mi a feladata. Mi a feladata az önkormányzatnak, mi a feladata a lakosságnak? Hát ugye itt arra koncentráltunk, hogy a lakosságnak mi a feladata, tehát hogy egyértelmű legyen a lakosságnak, hogy mi az ő feladata, mi az ő hatásköre, meddig kell neki elmenni, és onnantól jön majd az önkormányzat, meg valaki más, aki ezt meg fogja csinálni. De a szemétszállítás benne van, nagyon házszámtáblának a kihelyezés, ugye, ami törvény írja elő, hogy kinek a dolga, kinek kell tűrni, hogy fölrakható legyen. Tehát amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ez a kis kiadvány, ami most eljut a lakossághoz. Ugye ez volt az, amiről én már beszéltem a polgármester jelöltek fórumán is a művelődési házba, hogy lesz a következő hónapban, vagy az azt követő hónapban, ahogy meg tudjuk szerkeszteni, egy pomázváros házirendje kiadva, egy kis olvasmányos füzetbe, nem jogszabályi flikflangok vannak beleírva, meg paragrafusok, csak hivatkozunk rá. Aki meg akarja nézni a jogszabályi cifra szöveget, az meg tudja nézni, mert a honlapon fönt vannak, az eljárási rendek is fönt vannak, illetve ott van a hivatkozás, hogy ezt hol tudja megnézni, viszont magyarra fordítva leírtuk, hogy mi a feladat a hulladékkal kapcsolatban, a növényzettel kapcsolatban, a fákkal kapcsolatban, a szemétszállítással kapcsolatban, meg mindennel kapcsolatban. Tehát kérem a pomáziakat, hogy a postaládából ezt vegyék ki, nem választási kiadvány érkezett, tegyék el, tanulmányozzák át,
hogyha valahol megakadnak, akkor néha vegyék elő és nézzék meg, hogy kinek kell ebben a témában intézkedni, és mit kell intézkedni. A füzetke akkor nem pusztába kiáltott szó, hanem ez akkor követve lesz, tehát ez a ellenőrzések és a követések azok folyamatosak lesznek, hogy... Ezek most is folyamatos, csak igazából azt tapasztaljuk, hogy vagy nem is gondol rá az ember, vagy nem tudja. Most azt szeretnénk, hogy tudatosítani, hogy kinek mi a dolga, és hogyha ez megvan, akkor én úgy gondolom, hogy azért az állampolgároknak a többsége jogkövető, és ő is jobban érzi magát, hogyha egy rendezett utcakép van. Más a komfort érzete nyilván. Így van. És senkinek nem jó az, hogyha most ott a hatóság vagy a csendőr kopogtat a háza előtt, hogy jó napot kívánok, le kell vágni a füvet. Tehát igazából szerintem ezt kicsit nyomatékosítjuk ezeket a betartandó szabályokat. Hát én azt hiszem, hogy ezzel nincs is semmi probléma, hiszen ez tulajdonképpen egy alapvető dolog lenne. Ez egy hiánypótló kiadvány volt egyébként Szentendrén, évek óta van ilyen, és adnak ki házi rendet. Magát az ötletet is onnan vettük egyébként, hogy használják, akkor legyen nekünk is. Reméljük, hogy beváltja a hozzáfűzött reményeket, és mindenki egy jobb közérzeti városban fog hamarosan élni. Így van. Forgassák, olvassák, tanulmányozzák és használják. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Véradás pomázom. Július 3-án, szerdán a PMHK-ban 13 órától véradás lesz. Ágdarálási szolgáltatás a Pomász Kft-nél. A Pomász Kft. Tájékoztatja Önöket, hogy ágdarálási szolgáltatásuk rövid határidővel elérhető. Az ágdarálás során keletkezett zöld hulladék elszállítását is vállalják. Szolgáltatásuk előnyei, gyors és megbízható kivitelezés, versenyképes árak. További információkért és megrendelésért kérjük, lépjen kapcsolatba velük a feliratban látható elérhetőségeken. Mammográfiás emlőszűrési lehetőség Pomázon. Mammográfiás emlőszűrési lehetőség Pomázon július 22-e és 25-e között a PMHK parkolójában. Pomázváros napja 2024. A szeptember 21-én szombaton megrendezésre kerülő Pomáznapi rendezvényről szeretnénk részletes tájékoztatást adni Önöknek. A rendezvényt idén is a Művelődési Házban és környékén tartják meg. A rendezvényen műsorokkal, játszóházzal, kézműves vásárral, büfével várják az érdeklődőket. Az előző évekhez hasonlóan a pomázi civil szervezetek és közösségek számára a város az idén is biztosítja a sátrakat. A jelentkezési lap a város és a PMHK honlapján található meg. Sali Német Mária kiállítás megnyitóján jártunk. Az expresszionista alkotások a szimbólumokra való összpontosítással készülnek. Mária megragadja a munkáiban azt, ami spirituális igazságnak érez, hogy az objektív helyett egy belső valóságot ábrázoljon, érzelmeket fejez ki, és érzelmeket is vált ki a nézőjéből. Paul Cézannt idézve, a művészet, amely nem az érzelmekben kezdődik, az nem művészet. Már Arisztotelész is úgy vélte, hogy a művészet célja, hogy nem a dolgok külső megjelenését, hanem a belső jelentőségét képviselje, ami az ókor óta egy releváns, várhatóan örökérvényű gondolat lesz a képzőművészettel kapcsolatban. És a kortárs művészet egyik legfontosabb feladata az, hogy elgondolkodtasson, és talán sosem volt még olyan fontos, hogy a művészet ne csak a nevében legyen kortárs művészet, hanem mi magunk is nyitott és befogadott társai legyünk a jelenkorunk művészetének. Ne felejtsük, hogy a kortárs művészet nem csak nekünk, hanem rólunk is szól, így fontos párbeszédet folytatnunk róla, és engedni a csábításnak, hogyha egy kortárs alkotó párbeszédre invitál minket. Vegyünk részt ebben az izgalmas párbeszédben, a szó szoros és átvitt értelmében is. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!
átadnám a szót Máriának. Köszönöm szépen. Először is megköszönjem Blankának, Mihálynak is, Lélának, hogy itt részt vettek a megnyitón, és az összes megjelent kedves vendégnek, hogy ilyen melegben fáradtak idáig, és hát nem szoktam sokat beszélni, úgyhogy szeretném, hogyha megnézzünk a képeket együtt, és akkor el is lesz. Köszönöm szépen! Ingyenessé vált a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Szociális Szolgáltatási Központ által nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás június 1. napjától ingyenessé vált. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál a Szociális Szolgáltatási Központ fenntart egy a nap 24 órájában működő ügyeleti rendszert. Szakképzett gondozók jelzés esetén kimennek az idős ember lakhelyére, azonnal szakszerű segítséget nyújtanak, szükség esetén mentőt vagy orvost is hívnak. Ezen kívül értesítik a megadott hozzátartozókat is természetesen. Érdeklődni a feliraton látható elérhetőségek egyikén lehet. Köszönjük kedves nézőink figyelmét! E heti adásunkban is igyekeztünk beszámolni a héten történő legfontosabb eseményekről. A részletes riportokat, beszámolókat megtekinthetik a város honlapján, Facebook oldalán és YouTube csatornánkon. Magam és a stábunk nevében kellemes hetet kívánok minden kedves pomázinak. Viszontlátásra!